Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink, Szalai Bobrovnicki Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere, dr. Böröndi Gábor altábornagy, honvéd vezérkar főnök kíséretében érkezik. Dízásztóhaj! Yes! Fogadás jobbról! Tiszte! Leg! Miniszter úr, Bukovinszki Zsolt főtörzászlós, a Magyar Honvédség Artiszti Akadémia vezérnőzászlósa. Jelentem a 2023-ban avatásra kerülő állomány ünnepélyes eskütételre 303 fővel felsorakozott. Jó napot, honvédek! Erőt! Egészséget! Dízásztóhaj! Yes! Dízásztóhaj! Pieny! Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2023. évi altisztavatás alkalmából, melyen a Magyar Honvédség 303 frissen végzett altisztje tesz altiszti esküt. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Szalai Bobrovnicki Kristóf urat, Magyarország honvédelmi miniszterét, dr. Böröndi Gábor altábornagyot, a honvéd vezérkar főnökét, dr. Balog János rendőr altábornagyot, országos rendőrfőkapitányt, Kaszab Zoltán főtörzászlóst, a Magyar Honvédség vezérnőzászlósát. Köszöntöm továbbá a Honvédelmi Minisztérium államtitkárait, helyettes államtitkárait, a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség szervezeteinek megjelent képviselőit és vezérnőzászlósait, a tábori lelkészi szolgálat képviselőit, a társ fegyveres testületek és rendvédelmi szervek képviselőit, a honvédelem ügyét támogató civil szervezetek vezetőit. Tisztelettel köszöntöm az avatandó állományt és hozzátartozóikat, valamint minden kedves vendégünket. Köszönöm a sajtó megjelent képviselőinek, hogy jelen vannak, és tudósítanak a Magyar Honvédség egyik legjelentősebb eseményéről, az altisztavatásról. Hölgyeim és uraim, a történelmi zászlók a magyar történelem kiemelkedő hadi eseményeinek, valamint hadseregének jelképei, amelyek kifejezik az állam történelmi múltját, szimbolizálják történelmünk meghatározó korszakait. Magyarország zászlaját, Mátyás király fekete seregének zászlaját, II. Rákóczi Ferenc kuruc lovasságának zászlaját 1706-ból, a Baranyai huszárezred 18. századi zászlaját, a Jászkon huszárok 1770-es évekből származó zászlaját, az 1848-as gyalogsági zászlót, a Magyar Királyi Honvédség zászlaját 1869-ből,
a Magyar Királyi Honvédség zászlaját 1938-ból, valamint az 1956-os lyukaszászlót, a Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár 32. testőrezred lövészászlói katonái hozzák. Tisztelettel kérem Önöket, hogy a történelmi zászlók fogadásához szíveskedjenek felállni. Díszászlóalj! Gyesz! Fogadás jobbról! Történelmi zászlóknak! Tiszte! Legy! Zászlóvivők! Történelmi zászlót! Heveder! Be! Történelmi zászlóvivők, lassú díszlépés, irány utánam, lépés, in, nui! Zászlók, hely! Történelmi zászlóvivők, történelmi zászlót, Heveder, Möll! Zászlóvivők, Iga, Zagy! Zászlóvivők, Jez, Pieny! Díszászlóalj! Gyesz! Díszászlóalj! Pieny! Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Kérem, hogy a zenekar kíséretével, a katonákkal együtt közösen énekeljük el a himnuszt. Gyesz! Fogadás középről! Tiszte! Legy!
Díszászlóalj! Yes! Díszászlóalj! Pihenj! Tisztelt hozzátartozó, kérem foglaljanak helyet. Hölgyeim és uraim! Felkérem dr. Böröndi Gábor altábornagyot, Honvéd vezérkar főnököt megnyitó beszédének megtartására. Miniszter úr, kérek engedélyt a beszéd megtartására. Miniszter úr, nagykövet úr, rendőrfőkapitány úr, vezérlőzászlós úr, tisztelt államtitkár, tábornok, tiszt, altiszt hölgyek és urak, tisztelt avatandó altisztek, kedves szülők, hozzátartozók, vendégeink! Az erős akarat minden akadályt legyőz. Erős akarat csak erős hitből fakad. Néhány perc múlva elhangzik majd az altiszti hitvallás teljes szövege. Itt együtt hallgathatjuk meg azokat a sorokat, amelyeket képzésük kezdetén még talán nem értettek, de minden szava értelmet nyert a hónapok folyamán, miközben egyé váltak vele. Hiszem, hogy nincs méltóbb helyszín az altiszti eskü letételére, mint a Hősök tere, ahol a magyar történelem szinte megérint bennünket, és a részévé válhatunk. Ezek a sorok magukba olvasztják az altisztképzés elmúlt másfél évszázadát, amely töretlenül egyet jelentett a renddel, fegyelemmel, bajtársiassággal és a kiemelkedő katonai szakmai tudással. Másfél évszázadban egy dolog mindvégig állandó volt, és marad ezután is. Ez pedig a hivatástudat. Honvéd altisztnek lenni kitüntetés. A katonai hivatás pedig a közösség szolgálatát, elkötelezettséget és hazánk biztonságának szavatolását jelenti. Ezek a sorok az önök katonai szolgálatának az alapját jelentik. Szolgálni a nemzetet, a honvédség és az alárendeltek érdekeit a sajátunk elé helyezni, védeni a katonai értékeket, a hivatásunk mesterévé válni, a történelmi múltat tisztelni. Ezek a gondolatok formálták és erősítették az önök jellemét, amióta csak beléptek az altiszti akadémia kapuin, és az altiszti hitvallás szerint élik az életüket, ha erre fűzik fel a katonai szolgálatukat, jó úton járnak. Azok a képességek, az a gyakorlati tudás, amelyet elsajátítottak, csak akkor lesz teljes, ha azt meggyőződéssel, hittel és becsülettel társítják. Önök a gerinc, az összekötő kapocs a tisztek és a legénységi állomány között. Az altiszti kar jelenti a biztos alapot, amely meghatározó szerepet tölt be a kisalegységek közvetlen vezetésében, kiképzésben, valamint a bonyolult technikai rendszerek üzemeltetésében. A magyar honvédség bővülő és erősödő képességei kapcsán az altiszti karra is óriási felelősség hárul. Képesnek kell lennünk az újonnan beszerzett, világszínvonalú haditechnikai eszközök alkalmazására, kezelésére és üzemeltetésére. A Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája a mai altisztképzés fellegvára. Önállóan vezetni képes, csapatban gondolkodó altiszteket bocsát ki a falak közül. Ezt a képzést csak a legjobbak fejezhetik be. A biztonsági környezet ugyanis nem engedi meg, hogy azok, akik nem felelnek meg az elvárásoknak, itt álljanak ma. Önök, a NATO altisztképzési rendszeréhez igazodó képzési rendszerben végzett altisztek, kimagasló szakmaisággal, vezetői kompetenciákkal, kiváló fizikai és mentális állapotban, valamint a haza és a szolgálat iránti elkötelezettséggel rendelkeznek. Önök, akik most itt felsorakoztak előttünk, különböző életutakat bejárva érkeztek el ez a felemelő pillanathoz. Vannak, akik a civil életben hozták meg azt a hazafias döntést, hogy a Magyar Honvédség altiszti karához kívánnak tartozni. Másokat már katonaként, a legénységi állományból közvetlen parancsnokaik választották ki, mert látták bennük az elköteleződést, a követendő példát, amelyre az alárendeltek vezetését rá fogják bízni. És vannak önök között önkéntes tartalékosok is, akik civil foglalkozásuk mellett is fontosnak tartják a hazavédelmét. Három nagyon különböző háttér, de most itt, ugyanabban az egyenruhában, ugyanazt az esküt fogják elmondani. És ettől a ponttól kezdődően egyazon nemes ügy érdekében folytatják tovább életüket. Ez pedig a hazaszolgálata. Tisztelt hozzátartozók! Ez a nap egyszerű és megismételhetetlen. Én azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy az a gondoskodás és törődés, egyben büszkeség, amely önöket most idehozta, hogy szerettük eskütételén részt vegyenek,
maradjon meg a mindennapok során, mert a hátország szeretete, biztonsága és támogatása, türelme és megértése nélkül nincsen sikeres katona. Tisztelt avatandók! Ez a nap önökről szól. Én viszont elvárom és kérem önöktől, hogy az esküjük pillanatától fogva az életüket, a hazájuk, a magyar emberek biztonságának garantálásáról kell, hogy szóljon, hiszen a nemzeti függetlenségünk, a haza védelme mindenek felett áll. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, pályájukhoz sok sikert, katonaszerencsét, erőt, egészséget kívánok. Miniszter úr, jelentem, befejeztem. Tisztelettel köszönöm a tábornagy úr köszöntő szavait. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! A 18, valamint a 12 hetes alpiszképzés keretén belüli tanfolyami képzést az évközben elért, valamint a vizsgeredmények alapján kiváló átlageredménye teljesítette. Barabás Tünde őrmester! Czobor Rihárd őrmester! Daróczi Balázs őrmester, Domonkos Attila őrmester, Erős Bálint őrmester, Fazekas Bálint Mihály őrmester, Füzesi Ferenc Szilárd őrmester, Gáspár Gábor őrmester, Jekkel Sebastian Máté őrmester, Kucsera Anikó őrmester, Koskócki Dávid őrmester, Krajc Ádám László őrmester, Krebs Barnabás őrmester, Lukács Adrián őrmester, Mikita Rihárd őrmester, Nagy Rebeka őrmester, Nemes Gábor őrmester, Olá Dániel Attila őrmester, Orsós László őrmester, Rómer Tamás őrmester, Rózsa Imre őrmester, Szabó Erzsébet őrmester, Varga Sándor Zsombor őrmester. Tanulmányi eredményeikhez szívből gratulálunk. Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! A hagyományoknak megfelelően az altisztavatás helyszínén elismerés átadására kerül sor. Előjáró parancsnoka javaslatára az altiszti tanfolyamon elért vizsgaeredménye, valamint a tanfolyam ideje alatt nyújtott kiemelkedő teljesítménye és kimagasló helytállás elismeréséül altiszti avatása alkalmából a Honvéd vezérkar főnöke emléktárgyat, szálfegyvert adományoz Józsa Gergely István őrmesternek. Felkérem dr. Böröndi Gábor altábornagyot, a Honvéd vezérkar főnökét és Kaszab Zoltán főtőzászlóst, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósát az elismerés átadására. Dízátóaj! Yes! Józsa őrmester! Parancs! Lépjen ki! Értettem! Hazámat szolgálom. Hazámat szolgálom.
Hadtisztársaim! Eskünk szellemében, erős akarattal, a hazáért! Erős akarat, csak erősítőt akar! Dízástóhaj! Pihenj! Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Hagyományunkhoz hűen a Magyar Honvédség altiszti testületének egyik tagja az újonnan végzett altisztek előtt elmondja az altiszti hitvallást, ezzel az altiszti kar hivatalosan is befogadja sorai közé az újonnan avatott altiszteket. A hitvallás kifejezi a Honvéd altiszti kar testületi önazonosságát, a hazaszolgálata iránti elkötelezettségét. Felkérem Bogdán Zsolt őrmestert, a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor, Budapest helyőrség dandár, 32. testőrezred lövészászlóalj, rajparancsnok helyettest, hogy ismertesse az altiszti hitvallást. Honvéd altiszt vagyok. Erős hittel, erős akarattal szolgálom nemzetem, mert az erős akarat minden akadályt legyőz. Erős akarat csak erős hitből fakad. Bátran szembenézek a szolgálatomból adódó kihívásokkal, veszélyekkel és viszontagságokkal. Hiszen a bátorság adja azt az erőt, amelytől a harci szellem függ. A nemzet és a Magyar Honvédség számít elkötelezett szolgálatomra. Ezért mindig és minden körülmények között lojális vagyok társaimhoz, parancsnokaimhoz és szolgálatom céljaihoz. Szolgálatomat minden időben pártpolitikától függetlenül a nemzet egészének javára végzem. Személyes ambícióimat arra használom, hogy törekedjek a folyamatos fejlődésre, az új eljárások elsajátítására, hogy a tudás útján minél képzettebb, a szakterületemen hivatásom mestere legyek. Elfogadom és tisztelem a magyar és az egyetemes kultúra örökségét, a történelmi múltat, a katona hagyományokat és az ezeket megjelenítő jelképeket. Ha a szolgálat megköveteli, életem áldozom hazámért, mert soha nem feledem, hogy hazám védelmezője vagyok. Honvéd altiszt! Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Ünnepségünk legmagasztosabb mozzanata az altiszti eskütétel következik. Az eskü szövegét Degi Tamás őrmester mondja elő társainak, majd az eskütétel után átadja a végzett altisztek által aláírt dokumentumot a honvédelmi miniszter úrnak. Megkérem tisztelt vendégeinket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni. Dízásztóhaj! Yes! Degi őrmester, lépjen ki! Értettem! Dízásztóhaj, fogadás középről, tiszte, reg! Esküdtem ők! Eskü! Höz! Én, Degi Tamás őrmester, esküszöm! Hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges altisztje leszek! Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran! Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran!
az alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával. A rám bízott honvédek és fegyverek erejével. Rám bízott honvédek és fegyverek erejével. Életem árán is megvédem. Életem árán is megvédem. Előjáróim parancsolnak engedelmeskedem. Alárendeltjeimet jogaik tisztelben tartásával vezetem. Róluk emberséggel, felelősséggel gondoskodom. Róluk emberséggel, felelősséggel gondoskodom. Isten engem úgy segéljen! Isten engem úgy segéljen! Esküdtettek! Eskü! Dízászlóalj! Yes! Dízászlóalj! Pihenj! Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! A Magyar Honvédség légi erejének díszelgő átrepülése következik. Felhívom a jelenlévők figyelmét, hogy a légierő feladat végrehajtása nagy hanghatással fog járni. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink!
Felkérem Szalai Bobrovicski Kristóf urat, Magyarország honvédelmi miniszterét, ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt vezérkari főnök úr, nagykövet úr, rendőrfőkapitány úr, vezénylő zászlós úr, tisztelt államtitkár, tábornok, tiszt, altiszt, hölgyek és urak, tisztelt avatandó altisztek, kedves szülők és vendégek! Ma közel 300 ember tesz esküt. Nagyjából a felük érkezett a polgári életből, és közel felük a honvédség állományából. Nagy öröm a számunkra, hogy sokan választják a szolgálatnak ezt a módját, egyszerre látják benne a lehetőséget a maguk számára, és azt, hogy tehetnek valami fontosat hazánkért. Aki esküt tesz, az önmagát teszi fogadalma mögé fedezetül. Csak akkor esküdjön meg az ember valamire, ha hajlandó az életét is adni érte. Nincs nagyobb kötelezettségvállalás az ember részéről, mint az eskü, amelyet Isten, a hazája és a családja előtt tesz le. Esküt ezért csak megfelelően komoly hozzáállással és elszántsággal tehetünk, mert az kötelez. Mindig ott lebeg személyes életünk horizontja fölött célként és a helyes cselekvés irányaként. Köszönjük, hogy ma itt vannak és tanulj ennek a nagyszerű pillanatnak. Honvéd altisztek! Önök egy olyan időben teszik le ezt az esküt, amely még komolyabb súlyt ad vállalásuknak. A szomszédunkban a II. Világháború óta nem látott véres háború dúl, határainkat délről ostromolják. Nyugat-Európa egyes városaiban szinte hadiállapotok uralkodnak. Különböző okokból, de a rend felbomlásának vagyunk tanúi Európa számos helyén. Ebben a helyzetben olyan határozottságra és elkötelezettségre van szükség, amit békeidőben sem szabad palkorópályára állítani. Ma állandó készenlétre, éberségre, fegyelmezettségre és persze a megfelelő mennyiségű józan észre van szükség, hogy ne hagyjuk felborulni a rendet, és így megérezzünk életünk rendezettségét, a rend által pedig szabadságunkat. Az önök eskütételéhez tehát manapság különös bátorság kell. A bátorságról beszélni könnyű, tenni nehéz. Önök ma a cselekvő bátrak. Aki ilyen nehéz időkben tesz altiszti esküt, az valóban készen áll arra, hogy tegyen a hazájáért. Önökre méltán lehet büszke a magyar nemzet. Honvéd altisztek! Közel 30 éve hallgatjuk az örök békéről szóló szirénhangokat, és közel 30 évig hallgattuk azt is, hogy a katonaság elavult intézmény, nincs többé szükség katonákra, hiszen a védelmünket ellátják mások, és a háború amúgy is lehetetlenség kivált kép Európába, az öreg béke kontinensén. Nagyhangú európai politikusok megható deklarációkat tettek közzé, hogy örökre megszüntették a háború lehetőségét. Ha kimondjuk, hogy a háború rossz, nem lesz többé háború, harsogták a szirénhangok. Ez a naivitás uralta az európai főáramot az elmúlt évtizedekben. 2022. februárja brutális módon rúgta ránk az ajtót, és zúzta szét a naív hitet. Mellettünk tombol egy elkerülhető, értelmetlen és szükségtelen háború. Mi nem vagyunk ugyan részesei ennek a háborúnak, és ennek így is kell maradnia, ám az így is hatással van ránk. Túl közeli ahhoz, hogy következményeit ne viseljük. Gazdaságunk komoly csapásokat szenved el, és háborús menekülteket látunk el. A kárpátaljai magyarok érintettsége miatt a helyzetünk sokkal összetettebb, mint ahogyan azt a tegnap békegalambiai és a ma háborús héjái magyarázzák nekünk. Reméljük, hogy végül csak maga a felismerésség bele a tudatunkba. Nekünk mindig készen kell állnunk. Honvéd altisztek! Egyetlen hadsereg sem lehet erősebb annál, mint amilyen az altiszti kara. Ez egy külön hivatás és külön szakma. Önök gondoskodnak a parancsok végrehajtásáról, alárendjeik felkészítéséről és vezetéséről, békében és éles helyzetben az ellenség előtt állva. Sok múlik az önök szolgálatán.
Önök egy olyan honvédségben kezdik meg a szolgálatukat, amely hosszú ideje nem látott megújuláson megy keresztül, amelynek eredményeként évről évre erősebb lesz. Közel fél évszázada ez a legátfogóbb és legösszetettebb védelmi fejlesztés az országban. A magyar honvédség egyszerre újul meg emberi és szakmai minőségében, kultúrájában és felszerelésében. Ehhez a fejlesztéshez élvezi a kormány teljes erkölcsi és anyagi támogatását. Önök a modern kor igényeihez igazodva létrehozott ötszintű acélkocka altisztképzési rendszert végezték el. Az elnevezés jelképes. Az acél keménysége ellenére formálható, alapja mindennek, ami időtálló, erős, de nem hivalkodó. A kocka hat alapja pedig az altiszt értékeit szimbolizálja. Elkötelezettség, bátorság, lojalitás, szakértelem, fegyelem és tisztelet. Önök tudják, csak a legjobbak képesek befejezni ezt a képzést. Az új elvárások nem teszik lehetővé, hogy azok, akik ezeknek nem tudnak megfelelni, ma itt álljanak elettünk. Önök a legjobbak között. Honvéd altisztek! Az út, amelyre ma lépnek, egy évezrede összefonódott a nemzet életével. Sorsunkat nem csak a gyarapodást hozó, kultúrateremtő béke évtizedei, de a megmaradásunkért vívott háborúk rettenetesen nehéz évszázadai szegélyezik. Sokat köszönhetünk katonáinknak és azoknak az altiszteknek, akik vezették őket. Önök Nándorfehérvár, Eger, Isaszeg, Jutas hőseinek az útját folytatják. Legyenek erre büszkék, és írják meg elhez méltóan a maguk lapjait a történelemkönyvben. Ahogy a háború nem tűnt el az életünkből, úgy korábbi alapvető igazságok sem évültek el. Soha ne feledjük, hogy Magyarország csak azért létezik, mert a magyarok akarják, hogy létezzen. Akarják, mert szeretik. Szeretik, mert az övék. Senki másnak nem fontos Magyarország megmaradása, csak a magyaroknak. Soha senki nem fog erőfeszítéseket tenni Magyarországért, csak mi, magyarok. Csak a magyarok akarata és szeretete lesz az, ami a jövőben is megtartja Magyarországot magyar országnak. Ma ennek a megmaradásnak első számú feltétele, hogy megőrizzük a békét. A béke nem magától értetődő, láttuk, nem kell sok a háborúhoz. Komoly erők akarják, hogy mi is belesodródjunk, hogy újra részesedjünk a világégésnek. A mi dolgunk és felelősségünk az, hogy ezt ne hagyjuk, és minden erőben ellenálljunk ennek a törekvésnek. Honvéd altisztek! Önök ma esküdtettek a hazánkra, kifejezték a bátor cselekvők tanúságtételét. Ez ma jelentőségteljesebb, nehezebb, emberpróbálóbb feladat, mint nyugodtabb és békésebb időkben. Kísérje önöket az Altiszti Akadémia és az altisztek jelmondata. Erős hit, erős akarat. Erős akarat csak erős hitből fakad. Köszönöm, miniszter úr, ünnepi gondolatait. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink, hallgassuk meg együtt a szózatot. Tízászlóalj! Yes! Fogadás középről! Tiszte! Leg!
Tízászlóalj! Jezz! Tízászlóalj! Pihenj! Tisztelt hozzátartozók, foglaljanak helyet. Hölgyeim és uraim, a következő percekben a díszzászlóalj felkészül a díszmenetre. A térkerítés közben felhangzik az újonnan avatott altisztek által énekelt altiszti induló. Az ünnepséget a történelmi zászlók és a Szentendrei helyőrségi zenekar elvonulása zárja. Kérem önöket, hogy a történelmi zászlók elvonulásakor majd szíveskedjenek felállni. Díszzászlóalj! Gyez! Díszmenet! Oszlop az Altiszti Akadémia csapatzászlóra. Alegységenként 5 méter távköz. Csapatzászló irány utánam. Lépés! Indulj!
Zászlóalj! Jobbra! Egy, kettő. Mert. Egy, kettő. Zászlóvivők. Történelmi zászló. Egy, kettő. Heveder. Be. Történelmi zászlóvivők, lassú díszlépés, felállítási helyről, lépés, in, dui. Thank you.
Rendes lépés, indulj! Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! A 2023. évi altisztavatás ezennel befejeződött. Köszönöm Önöknek, hogy eljöttek és jelenlétükkel megtisztelték a Magyar Honvédség fiatal altisztjait. Viszontlátásra 2024-ben!